Az eseményen műsorral készült a Gesztenyéskert óvoda és a Wasinski Mór általános iskola, továbbá két helyi énekkar is. Fülöp Mónika, Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, a rendezvény fő célja a hagyományok ápolása. És fő célkitűzésünk még az, hogy a német nyelv és a tolnai, illetve a mőzsi dialektus fennmaradjon. Ezért olyan műsorszámokkal igyekszünk bemutatni a városnak a nemzetiségi kultúráját, hogy bizonyítsuk azt, hogy igen, mi teszünk azért, hogy ez fennmaradjon. A Tolna Város Németségéért díjat 3 évvel ezelőtt alapította az Egyesület. Azok a személyek és civil szervezetek nevezhetnek, akik a német nemzetiségi hagyományok ápolásán dolgoznak. Az idén Bernátné Koch Erika is díjban részesült, amit pedagógiai munkájáért kapott. Többek között az én szüleim is egész az 1790-es évekig visszamenőleg csak német család, és főleg a mi generációnk meg az előző generációknak nagyon fontos volt, hogy a kultúrájukat megőrizzék, és ebből egy kis morzsát, szeletet próbáltam én is megmenteni, és az óvodába ezzel foglalkozni. Civil szervezetként a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör vette át az elismerést. Az Egyesület a tolnai és mözsi németségért sokat tett az elmúlt évtizedekben, mondta Leml Mária, kórusvezető. Ha visszatekintünk csak egy csöppet, ez a régió, ez végig sváb régió volt, német anyanyelvű, betelepített németség, csak mondjuk a háború vége közben szólt, és sokat kitelepítettek. Nekünk is a családunknak a 3/4 részét elvitték annak idején, és úgy éreztük, hogy ezzel tudjuk igazából tartani velük a lélekbeni kapcsolatot, hogy mi itt megmaradtunk sváboknak, és a német nemzetiségi hagyományokat, a nyelvet, az éneket, ezeket ápoljuk és visszük tovább, és igyekszünk továbbadni a gyerekeinknek és unokáinknak is. Kulturális programok után a nap közös vacsorával zárult. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a jövőben is tervezi az esemény megrendezését.